Gyirmót FC ZTE 2-1 a mérkőzés után a vendégek szakvezetőjét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Hát azt gondolom az első fél időben egyértelműen domináltunk, de gólt rúgtunk, és az utolsó másodpercben kaptunk egy olyan gólt, ami abszolút egy figyelmetlenség. Kicsit egy-két játékosan sokat foglalkozott a játékvezetővel, ezt próbáltuk rendbe tenni a fél időben, és hát a másik fél úgy indult, hogy ismét egy súlyos egyéni hiba miatt egyből kettő egyre vezetett a Gyirmót, mert innentől kezdve egy teljesen más mérkőzés volt, ahol nekünk is voltak lehetőségeink, de nyilván a kinyílásból adódóan a Gyirmót többször is veszélyeztetett. A végén állítólag egy lesgóllal azért sikerült volna egyenlítenünk, de végül a játékvezető úgy ítélte, hogy ez nem volt szabályos gól. Összességében azt gondolom az első fél alapján lényegesen több volt nekünk ebben a meccsben, de sajnos ez most nem úgy alakult. Dühös volt, hiszen kettős ember hátrányban is meg volt a lehetőséged az egyenlítésre. Ilyen szempontból nem vagyok dühös, mert tehát a csapatnak volt tartása, és végig óriási elánnal küzdöttek, jó hajtották végig a mérkőzést. Amiatt dühös vagyok, hogy ilyen elkerülhető gólokat kaptunk, hiszen hogyha kettő egy után volt, azért egy Gyirmótnak két-három olyan lehetőség, amit szépen kijátszottak, abból gólt kapunk, akkor nem szól az ember semmi. De ilyen szituációban, amikor tulajdonképpen két öngoltunk, az azért kicsit mérgesíti az embert, és hát, szóval azért bebizonyosodik egy-két olyan játékosnak a kvalitása, akik sajnos nem tudják végigkoncentrálni 90 percet. Mondhatjuk-e azt, hogy saját magatoknak köszönhetitek a vereséget abban a szempontból, hogy a két kiállításnak a minden egyik fele, tehát egyik fele is ugye reklamálás miatt volt, és ezzel nem csak a mérkőzésre hoztátok a nehéz helyzetű gondolatokat, hanem jövő hétre a másik rangadóra. Igen, tehát a reklamálás az egy dolog, de tulajdonképpen az, aki egy sárga járt volna, de előtte kaptunk a mezőnyből olyan sárga lapokat, amik azt gondolom abszolút indokolatlanok voltak. Már olyan szempontból, hogy tehát, ilyen falt volt a mérkőzésen 24 darab. Az, hogy egyes játékosokra érzékenyebbek a játékvezetők, ezt utána kell nézni, hogy miért van. De mindenképpen azt gondolom, hogy összességében nem feltétlenül mondom, hogy jogosak voltak így összerakva a sárgalapokat ezek a kiállítások. De nyilván, hogyha az első fél idő jobban végigkoncentráljuk, akkor teljesen más dolog. Nem így alakult. Mi a helyzet most Zalaegerszegen? Átérték előttek a célok, ahogy a Puskás ennyire elment, nyilván a feljutás már nagyjából eldől. Mire lehet elég ez a Zalaegerszegi kerek? Hova tudtak odaérni a végén? Én továbbra is azt gondolom az első ötbe. Mindenképpen ez a keret alkalmassá. Azt gondolom a játékosok állapota és mentalitása is megfelelő erre. Egy-két dolog miatt ez a mai mérkőzés nem is sikerült, de nem hiszem, hogy ebből nekünk most gödröt kéne ásni és belefeküdni, hanem a következő hazai mérkőzés meg kell nyerni, és akkor máshogy alakulnak a dolgok. Köszönjük szépen, és további sok sikert, Gál. Köszönjük. Mérkőzést követően Csank János vezetőedzőnket kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Hát a csapat egy kicsit idegesebbnek tűnt, öltözőben nem annyira, csak játék közben, hiszen a nyeretlenségi mizériát meg kéne szüntetni. Nyilván nem tett jót, hogy az első mérkőzésen vereséget szenvedtünk. Annál is inkább, mert önbizalmában jó volt a felkészülés, tehát jó önbizalmat adott a felkészülés. Mindenki úgy gondolta, hogy az MB2-es csapatokat simán van, és meg tudjuk verni, bár egy speciális mérkőzés volt a múltkori, de annak egy utórezgés volt. Ráadásul, ahogy egyébként kicsit vártam, mi kaptuk az első gólt, és akkor egy kicsit nehézé vált a helyzet, hiszen elég magabiztos volt az ellenfél. Szerencsére akkor lehetett érezni, hogy egy kicsit fék szabadult, kiengedték a féket, ami be volt húzva önkéntelenül is, hiszen muszáj volt vállalkozni. Mindenki elkezdett tényleg futballozni, nem gondolkodott.
és különösebben azon, hogy nem óvataskodott ez a helyesebb kifejezés, és egy nagyon támadás végén tudtuk egyenlíteni a másik fődőben. Bár a fődőbe akartam cserélni, megvártam, hogy ők mit lépnek, megkezdtük a mérkőzést, de éreztem, hogy amit akartunk játszani a másik fődőben nem fog menni, mert jól zárták le, sőt egy embert behoztak a helyre, amit én amivel egy kicsit nehezebbé tették a támadásépítésünket, ezért is hoztam le az erőst, hogy a mozgékonyabb cseré tudjon odajönni, és hát a bement középre árnyéképnek a magas föld is. Ott egy kicsit azért szerveztünk a csapaton, szerkezetileg így lett a jobb egyébként egy kicsikét. Annak ellenére, hogy a másik félben túlaltuk a zömében, nehézé vált a mérkőzés, sőt, hát kapufázottak ők is, persze mi is azzal kezdtünk, sőt, rúgtak egy olyan gólt is, ami biztos, hogy ilyenkor lesgól, nem lesgól, mindig van egy kis varja. Hát nyilván mi lesgólt nem kapunk, csak nem rúgunk, csak lesgólt kaphatunk, úgyhogy ez alapszabály, ez így minden edző ezt mondja. Hát ez már nem érdekel minket. Annak ellenére azt kell mondjam, hogy majdnem megérdemeltük, hiszen nagyon nyert meccs volt a másik félidő a helyzetek alapján. Volt egy időszak, amikor a játék alapján is, de a helyzetek alapján 2-3 volt kellett volna gólt, főleg amikor egyet, majd még egyet kiáltottak, akkor futószalagon tudtuk olyan támadásokat vezetni, amikor vagy az utolsó passz, vagy a kapulőti határozatlanság nem lett gól. Például Csizmadi a nagyokat szokott rúgni kapura, most csak emelt, és egy 30 centire gólolható belenyúlt a kapus. Tehát azt izomból bevágja, hogy szokta, akkor az is 3-1. Magas, hogy nem tudta külsővel becsavarni az ütszert, amit ő beszokott azért rúgni, a cseri szenzációsan hozta a labdát, amit az orvostól kapott, és kicserzett a kapus, de rossz megoldást választott mellé. Tehát ők ilyet nem tudtak csinálni egyébként, ami kapunk előtt. De annak ellenére állandó veszélyt jelentettek, mert nem cifrázták utána, hanem mivelték, és a Pavicevic próbált lefejelgetni, aki ha nem fárad el, akkor veszélyesebb lett volna, de hát szerencsére elfáradt, és már nem emelkedett annyit, olyan magasra, tehát egy nagyon nehéz meccset hoztunk le, mert az Iromában biztos egy első ligás mérkőzés volt. Azok a játékosok, akik NBA-ben játszottak, mind a két csapat voltak szép számmal, bizony azt a teljesítményt hozták meg futó munkával, amit egy NBA-es játékosnak meg kell hozni. És a Ló Talajon egy olyan játékvezetés, aki hagyta, olyan játékvezető volt, aki hagyta azért este a játékot is, nem fut sokat, tehát fölgyorsultak az események, oda-vissza játszottak a csapatok. Nagyon nehéz meccs volt, de értékes és jó győzelem, szép győzelem. Nyilván eredmény miatt elégedett vagy. Dühös vagy-e a kihagyott helyzetek miatt, hogy nem lett nagyobb arányú győzelem? Most igen, hát egy kicsit jobb lett volna, de itt inkább az idegrendszeri tépázt az embernek, nem szoktam ordiválni, vagy tordiváltam, mert tehát ezt én tudom, hogy mit jelent. Most a végén a partjező vagy így, vagy úgy dönt, ugye, mert az határesetes gól lehet, bármilyen les, amíg a tilatoson belül befejed labda. Ilyet most, ha adott esetben nem emeljük fel a zászlót, akkor X van. Lehet. És egy ilyen meccsen, ahol tényleg helyzetek alapján gólokkal kell nyernünk, talán játék alapján is, abból lehetett volna egy két pont elvesztése, mint ami volt már nekünk a Kozár Misleine, volt Ajkán, sorolhatnám azért azokat a meccseket, amelyek nagyon nehezek voltak elvileg, de gyakorlatilag ilyen nüanszokon buktuk el legalább 6 olyan pontot, X esély, amit hoznunk kellett volna, és akkor az jobban néznénk táblázatot. Van-e, akit ki tudsz emelni, vagy összességében a csapat? Hát mindenki oda tette magát, ahogy mondani szokták, bár ez nyilvánvalóan oda kell tenni magát. A kapus jó védett, maga biztos volt, egy-két kisebb problémája volt. Hátul egy idő, amikor lehiggadtak egy kicsit a két belső védő, mert azért feszültek, akkor néha elrössölték. A középpályán egyébként a Cseri jól játszott, tehát nagy hiba százalékkal a kapu elő, de nagy többségében igen jól játszott, a Lázár Patrik nem kapott ki jó napot, de ő neki a játéka kell a mi csapatunkban.
aztán utána följavult egy kicsit, de nem annyira, mint vártam, de annak ennélre ő is hozta magát. Az orvos játszott jól, és amellett még pont, amellett, hogy gólerős volt, még ő adta azt, hogy Cserinek is, Magasnak is, vagy valakinek még a labdát, most pontosan nem tudom, de Zitzer labdát adott, amiből hát azért, hogy Zitzer labdát nem rúgtuk be. Amellett a védő munkája is megvolt fejeseknél, tehát ő szerintem most tényleg jól játszott. Két belső védő, másik védőben kitűnően játszott. Nem volt, sok gyenge teljesítmény nem volt, gyengébb volt, nem annyira jól szálltak be a cserék, mint vártam, kicsit jobban kellett volna beszállniuk. Nekünk még azok az emberek, akik még értékesek, kimondottam még pluszban ilyen helyzetekben, mint a Hindi és a Laki, hát sajnos Tóth, hát ők még nincsenek olyan állapotban, de hát remélem, hogy az Illés az már jövő meccsen szerintem közelebb kell kerüljön lényegesen csapathoz. Volt egy felső kapufás szituáció, amikor gólvonalon kaphattam a labda, akkor egyik kispadon ülő játékos azt mondta, hogy megfordult a szerencsénk. Igen, lehet, hogy így van, mert nem nagyon emlékszem olyan meccsre, amit mi Mászlival hoztunk. Ezek idáig mindig bementek. Igen, sajnos így volt, ezek bementek, és hát az első félidei magasoldi szabadrúgás nem is, hogy kifelé pattant a labda, pedig a kapus méterekre volt tőle. Tehát az is, ott még nem tartott, egy kicsit itt fordult meg, aztán jött ez a lesz-szitu, vagy a partjelző ezt behúzta, ami még egyszer mondom, a kispadról határeset esetleg éreztem, de nem volt a jó pozícióban, még egyszer mondom, de ezek azok, amik miatt voltam ideges, mert tudom, hogy a futballban egy-egy ilyenből lehet gólkapni, és amikor kidolgozunk ennyi helyzetet, és ezek a helyzetek után jött ez a dolog, mert ha előtte jön, akkor azt mondom, hogy szerencse, még nagyobb szerencse, de így meg kimondott bal szerencse lett volna, mert annyi helyzetből egyet, ha rúgunk, akkor már 3-1, és akkor lehetett volna kapni négy gólt. Úgyhogy de a csapattal a találkozónak egy olyan 60%, 60 percében jó, tehát én azt mondtam, hogy jó volt. Volt egy pár idő, egy olyan első fél idő volt egy 10-15 perc, amikor nem voltunk pontosak, meg a másik fél idő volt egy rövid időszak, amikor nem voltunk. Lényeg a győzelem, gratulálunk, további sok sikert!